A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe évszázadok óta. A régi hagyományok szerint karácsony előtt a lakást rendbe tették a családok, az asszonyok takarítottak és főztek, a férfiak sepregettek és az istállót rendezték, hiszen vendéget vártak, a születendő kisdedet. A karácsony előtti külső-belső testi-lelki megtisztulás mai szerves része a karácsonynak. Ünnep alkalmával mindig a legszebb házi szőttesabrosszal vagy szőttesabrosszal terítették le az asztalt, és ehhez kapcsolódtak olyan szokások is, hogy az abrosz alá vagy az abrosz tetejére pársem szalmát, illetve gabona magvakat is tettek annak reményében, hogy a következő évben jó termés legyen, és aztán utána ezt a jószágnak adták, de voltak olyan vidékek a megyénkben is, vagy olyan települések, ahol az asztal alá tették a szalmát, ami a Jézus születését, a betlehemi istállót jelképezte. Az ünnepi időszak a böjttel kezdődött, majd a karácsonyi vacsorán előkerült a paszúj és a mákos bobályka. Mindkét ételt azért fogyasztották, hogy a következő év sok pénzt hozzon a házhoz. A középkorban ez volt az év zárása is, ezért itt jelennek meg azok a szokások, amelyek ma már inkább az új évhez kapcsolódnak. Szatmári területen az alma, a dió és a sütőtök is ezért volt jelen az ünnepi asztalon. Ma már elképzelhetetlen az ünnep karácsonyfa nélkül, korábban azonban ez sem így volt. A 19.-20. század fordulójától kezdett el terjedni általánosan a karácsonyfa állítás szokása, sőt a nyírségi területen ez eltolódott egészen az első világháború utáni időszakig, de ezt megelőzően nem karácsonyfát állították, hanem életfát, termőágat vittek be a szobába, és azt kötötték a mestergerendára, és ez jelképezte tulajdonképpen a zöldággal. Ez is az új életnek a kezdetét. Ezt először dióval, apró süteménnyel és almával díszítették. Legfeljebb csúcsdíszként került rá egy angyalka. A gyerekek számára ez volt az ajándék. Ma már egyáltalán nem gyakorolják, pedig korábban népszerű volt a kántálás, amikor a fiatal fiúk házról házra jártak, és énekelve mondtak jó kívánságokat a falu lakóinak.